Csináltunk egy felmérést, igaz, hogy ezt a férfiak írták, a lányok nőktől ezt nem kérdeztük meg, sajnos 8000 férfi és 8000 nő töltötte ki a férfi értékekről szóló külön-külön tudományos igényességű kérdőívünket. Ott a fiúk azt igazolták, a férfiak, tehát 8000 férfi, hogy a férfi minta 74%-uk mondta azt, 74%-ban a médiából és a filmekből próbálják összegyűjteni. A család, a tanár, az edző, a szomszéd bácsi, mindenki benne volt a másik 26%-ra körülbelül. Hihetetlen, és valami ilyesmi lehet a lányoknál is. Tehát a lányoknak azért van egy határozott elképzelése ma, de hogy az honnan táplálkozik, az ugye azt nem tudjuk. Minden esetre az látszik, hogy egy nagyon magas elvárási szintjük van. A fiúknak meg egyáltalán semmi fogalmuk nincs, hogy hogyan kéne férfiként viselkedni, és valahol a nagyon macsó, mindenkit eligazítok véglet, és a mindenben meg akarok felelni, mond drágám, hogy mit tegyek, és akkor az úgy lesz mindig, között ingáznak folyamatosan, amit nem lehet őket sem megbecsülni, ugye ők maguk sem becsülik magukat, és a mintahiány ugye azt hozza, hogy rettegnek ezektől a megerősödött nőktől, akik ugye valljuk be, hogy ma már mind diplomát szereznek, nyelveket beszélnek. Tehát a nagyon magas elvárás szint a rettegéssel kellene, hogy házassággal lépjen, és családot kéne nekik alapítani, gyerekeket kéne nekik fölnevelni hosszú távon. És én úgy látom, hogy kapcsolódás képtelenné teszi a jövő generációkat. Pusztán ez a fajta hogy mondjam, társadalmi jelenség, ami a férfi hiányt jelenti. Ezért is ugye foglalkozunk mi a férfi értékek megjelenítésével, mert eljött annak az ideje, hogy ezt muszáj morzsákból összerakni és közösségként megjeleníteni, mert a családokat ebből a szempontból helyettesítenünk kell. Nyilván sokkal-sokkal rosszabbul tudjuk helyettesíteni, mint ahogy a családok tennék ezt, de muszáj ebben lépéseket tennünk, tehát erről szól részben a férfiak klubjának.